Vannak bátor emberek ebben az országban, akiknél az egzisztenciális érdeket felülírja a hazaszeretet, felülírja azt, hogy van felelősségük a közösség iránt, és ez példamutatás minden polgártársunknak. Nekem nem itt kéne most lennem, ezen a sajtótájékoztatón, nem itt kellene állnom. Nekem az adóhivatalban kellene üldöznöm az adócsalókat kormánytisztviselőként, és azokat a hálózatokat kellene föltárnom, azokat a maffia hálózatokat, amihez én nagyon, nagyon is jól értettem. Ezt az adóhivatalnál nem engedték meg nekem. A vészjelzéseket küldtünk többet magammal a kormányzat felé, erről is sokat beszéltem már, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy valami nagyon nincs rendben a NAV-nál. 2,5 éve indultak meg ezek a jelzések, de a kormányzatnál süket fülekre találtak. Érdemben semmiféle vizsgálat nem volt a NAV-on belül az irányba, hogy azt a mechanizmust, amit mi leírtunk, azt legalább kivizsgálják valamilyen szinten. Egy demokratikus országban, a 21. században, ha egy ilyen hír felröppen, akkor a kormánynak kellene elsőként az asztalra csapni annak érdekében, hogy az igazság kiderüljön. Sajnálattal mondom, hogy eddig egyetlen egy fideszes képviselő sem írta alá a vizsgálóbizottsági kezdeményezésünket. Talán élete legnagyobb döntése előtt van Orbán Viktor, vagy legnagyobb feladata előtt van Orbán Viktor, ha változtatni akar ezen a helyzeten. Ugyanis azok ellen kell fellépnie, akik őt magát is játékszernek tekintik, ahogyan a politikát is játékszernek tekintik. Ezek azok a gazdasági érdekcsoportok, mondhatjuk akár maffia hálózatok, akik már a politikára is rátelepedtek. Tehát ez sokkal nehezebb feladat lesz, mint legyőzni a választásokon egy pártot. Itt felül kell emelkedni az elmúlt 20 évnek a beállítódásán. A korrupciós ügyek természetesen különböznek annyiban a maffiától, hogy itt az átlagpolgár is tehet ez ellen akkor, hogyha elmegy szavazni, és emiatt is úgy gondolom, hogy a maffia emlegetése egy picit szerencsétlen, hiszen a maffia félelmet kelt, a maffia emberek fizikai megsemmisítéséről szól, és nagyon fontosnak tartom, hogy az ellenzéki pártok felhívják a figyelmet, hogy titkos szavazások, titkos és szabad választások előtt állunk, amelyik nem sodor senkit sem veszélyben. Igaz, hogy lejt a pálya a hatalom felé, olyan a választási rendszer. Mégis azt gondolom, bíznunk kell bizonyos csodákban. Ma volt egy 1,5 órás szivárvány, ez nagyon ritka, vannak néha nagyon szerencsés véletlenek. Ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert úgy gondolom, ha nem történik semmi változás, és én úgy gondolom, hogy az általunk fölfedett ügyekben egyelőre úgy tűnik, hogy semmilyen következmény nem történt. Ha sem jogi, sem politikai következmény nem történik. Miniszterelnök úr büszkén vállalta, hogy a trafik ügyben levő eljárás teljesen normális, hogyha saját embereiket ők segítik. Ha semmilyen következménye nem lesz a mi kiállásunknak, akkor ebben az országban még rosszabb lesz élni, mint ezelőtt, hiszen nem csak sejtjük, hogy mindent meg lehet velünk tenni, hanem mi bizonyítékot is hoztunk erre, hogy ebben az országban mindent meg lehet tenni. Azok a példák, amelyeket a barátaim idehoztak, és amely miatt magam is fölálltam annak idején az államtitkári székből, világosan mutatják, hogy ma Magyarországon azzal szembesülünk, amit a Transparency International a régió korrupciós ügyeivel kapcsolatos elemzésében már leírt, nevezetesen, hogy nem a régi fatengelyes módon történik a közös kasszák kirablása és a nemzeti vagyon széthordása, gondolva itt a nokiás dobozos megoldásokra, hanem egy új szintje alakult ki a korrupciónak. Ezt úgy mondja a Transparency International, hogy döntéshozó helyzetbe kell hozni a saját embereit, azoknak a érdekcsoportoknak, mondjuk így maffia családoknak, mégis ezt használom, amelyek irányítani akarják a folyamatokat. Én brutálisan ezzel szembesültem a saját területemen, és ez nem vagyok hajlandó asszisztálni, mint hogy a barátaim sem hajlandók ehhez asszisztálni. De ugyanide tartozik a földtörvénnyel kapcsolatos mizéria is, hiszen a törvényhozást is eltéríti, nyilván ha döntéshozó pozícióban lévő emberek vannak a törvényhozásban is. És ugyanígy az alaptörvény földügyi módosítás is ugyanebbe a kategóriába tartozik, ami előrevetíti
a közös kasszák megrablásának és a nemzeti vagyon további széthordásának a lehetőségét. Van megoldás, tehát mi nem azt gondoljuk, hogy egy választási kampányban elszámoltatást kell ígérgetni, hanem tenni kell azért, hogy Magyarországon rendszer szinten 2014 tavasza után vissza lehessen szorítani a korrupciót.